mi vagyunk? Jó. Szerbusztok, üdvözlök mindenkit, az észak-amerikai közvetítés is kezdetét veszi. Az első mérkőzésről sajnos lemaradtunk, de legalább a Unicorns of Love győzelmet aratott. Közben a TSM is megtette ugyanezt a FlyQuest csapatával szemben. Egy gyors leírás az első mérkőzésről. Jó volt Hauntzer Gnária, Svenskeren megfelelően teljesített Maokájjal, Cassiopeiával pedig rendkívül veszélyes volt Bjergsen, Whitehurst-től Ginnyel pedig teljesen másképp építkezik, mint Európában, ahogy ezt Darcyktól megtudtuk. És egy viszonylag könnyű mérkőzésen a TSM csapata felülmúlta a FlyQuest-et. 17 ezer soron hátránnyal zárták végül, amikor a Nexus betölt, tehát viszonylag az elég konkrét is fél óra alatt, tehát a TSM jól bekezdett, bár ezt ugye elvártuk a FlyQuest-tel szemben. A mai nap folyamán nem csak ez a mérkőzésünk lesz, hanem majd, amikor a TSM 2-0-ra vagy 2-1-re nyer, attól függ, hogy akarnak a harmadik meccset vagy nem, mert rajtuk múlik szerintem a FlyQuest-en mindenféle erős kifejezés nélkül. Egy Dignitas és egy Immortals meccsünk is lesz még a mai nap folyamán, ami szerintem igazán megéri a pénzét majd. Két abszolút... Dehogy is. Az ott már ide nem fogadok, nem tudom, hogy észrevetted, de mert elbuktam ezt a kis pár izét. Na mindegy, szóval lényeg, hogy a Dignitas ugye most feltörekvő, szorongatja a népet, a Immortalsnak pedig kellene a pontok, hogy biztosítsa a helyét a TSM előtt. Épp ezért egy elég kemény három meccses második BO3-ra számítok majd. De a TSM FlyQuest második mérkőzésén, főleg az ilyen Hauntzer Gnár miatt, lehet, hogy a Gnár tiltást nem szabad elengedni, és meg kell tenni a szükséges lépéseket. Volt sokat is. Kell. Ugyanis a FlyQuest vörös oldalról jön majd a következő mérkőzésen, tehát kötelező tiltásai vannak, például a Kokaer, Zek vagy Caitlyn, akiket nem szabad átengedni továbbra sem, és akkor marad egy tiltás, az pedig legyen Gnár. Igen. És akkor benhagyott, csógatott Maokájt. Igen. Elist. Schwarzer! 10. havi feliratkozás, köszönjük szépen! Feketébb, mint valaha. Jó. Folytást kérlek. Hamarosan meg lesz a következő szintet, 12 hónapnál egy új jelvényt kapsz. Csak hogy tudd, úgyhogy megéri. Megéri a feliratkozás, 3 hó, 6 hó, 1 év, 2 év, vagy hogy van? 9 hó, az kimaradt. Olyan is van? Szerintem 3, 6, 9, 12, meg nem, 2. Nem, annyi nincs. Akkor 3, 6, 12, 24. Én is ezt mondtam, milyen 9 maradt ki? Miről beszélsz? 9, az már... A 9 hónap az más volt, én tudom. Tudom, és aztán megtörténik, már egyszer, többször nem említjük, tudjuk mi az. No, mivel a tank metált már egy ideje... Az a 90 pár a FlyQuest-re. Van olyan mondat, amit végig tudok mondani? Ezt végig vagy tudtad. Akkor... Ja, jó van, akkor. Tudom mit? Csináld csak, figyelek. Én bólogató, én ezt most a bólogató. Felkészült kollégám nem szeretne a mérkőzésről beszélni számotokra. A TSM-nek egy viszonylag könnyű sorsolása van az utolsó 3-4 mérkőzésére, az utolsó 2 hétre, a legkönnyebb az Immortals után. Érdekes, hogy úgy mondhatjuk ezt, és ez az első 6 helyzetre vonatkozik, hogy még egymással találkozni fognak. Ezen kívül a CIG-vel kell a TSM-nek megküzdeni, meg az Envy-vel, meg a Phoenix One-nal fognak még csatározni, ezek az egy nehezebb mérkőzésnek tűnnek, mint a FlyQuest-nél még akkor is, hogyha a Phoenix van stabilan utolsó helyen áll jelenleg. Mit gondolsz a FlyQuest további ellenfeleiről? Hát a FlyQuest az szerintem ide már lebőgött, szerintem mint csapat. Whitehurst-től átugrott a süllyedő hajóba, sajnálom, de hát igazán máshol nem maradt neki hely. Lehet ezt így is mondani. Én csak kizárólag Svenskerent féltem, ugyanis ő azért a Nidalee, Lee Sin és ilyen karakterek után váltani kellett a metának köszönhetően a tankos karakterek felé, mert nem mindig fekszik neki, ilyen betanuló fázisban tűnik, pedig Svenskeren beszélünk, aki egyedül megver hármunkat, tehát megvan a tisztelet, de azért neki nehezebben megy. Ez, amikor emlékszünk, volt Exvitynek is egy fél éve, amikor így megjött rá az új meta is, nem tudott vele azonosulni, és nehezen tudta a saját karakterét megtalálni, talán Svenskeren is néha ez van. Ezt merném mondani. Épp ezért a TSM-nek adok esélyt arra, hogy elbukhat egy meccset, de a FlyQuest-nek itt nincs, és a további csapatok ellen is. A FlyQuest-nek szerintem már labdabarúgás lehetősége ilyen Team Liquid-ekkel szemben van. Erős szavak. De mondd, hogy nem igaz. Nem mondom. Na, hát akkor meg... A FlyQuest azt mondhatjuk, hogy mély repülésben van jelenleg, de
a mai nap másik mérkőzéséről is szerintem érdemes egy picit beszélnünk, a Dignitas Immortals-ról, tehát az első helyért való küzdelembe beleszólhat a Dignitas, mármint abban a szempontból, hogy egy mondjuk az, hogy kötelező győzelmet vett el az Immortals csapatától, bár az első helyről szinte mindenkit kötelező megvenne, pláne ilyenkor, amikor ilyen szoros az első helyért vívandó csata, a Dignitas az egyét, tehát, hogy ők megverték a TSM-et 2-0-ra, akkor most az Immortals is kellene, hogyha az esélyegyenlőség nevében beszélünk. De nem vagyok benne biztos, hogy a Dignitas képes lesz erre. Elvesztettek egy dzsungeles játékos, ugye Chaser elhagyta a csapatot, viszont érkeztek igazolások, például álltak is Adrian az alsó ösvényre, szerintem egy hatalmas erősítés volt. Nem mintha a Lord rosszabb teljesítmény lett volna képes, de álltek egyelőre úgy néz ki, hogy jobb teljesítményre képes hosszú távon. Meglátjuk, hogy ez meddig tudja a Dignitas szekerét előre tolni. Nagyon szeretnének a Cloud9 előtt végezni a szezon végéig. A Cloud9-nak tényleg nagyon könnyű sorsolása van. Egyetlen egy csapattal játszanak a top 6-ból. A maradék három mérkőzésük, most már csak két mérkőzésük, pedig egyértelműen a végső régióból, a hátsó régióból lesz. Náluk lehet kalkulálni sok győzelemmel, de hogyha mégsem sikerülne kötelező győzelmeket elhozni, akkor a hatodik hely az könnyen azt jelenteti, hogy egy TSM Cloud9 negyed döntőt látunk. Arra első, mondjuk 2 hete még azt mondjuk, hogy a Cloud9-nak le fog csúszni sok mindenre, mert nem álltak túl fényesen, de az előző hét az jól sikerült nekik. És azt kell mondani, hogy... Mondjad, hogy furcsa rám néztél. Nem. Megijedtél? Nem. Minden egyes szavadra odafigyelek. Mint szakmai kommentát. Végre! Figyelsz a szavaimra is, kedves Nir Nono. Vigyázz, mert közel vagyok. Ja. Miközben, igen, Hounsfield az előző meccsnek az igazi embere, a player of the game, azok a Gnár végső képesség elég fontosak volt. Én megmondom őszintén, hogy amikor egy ilyen Gnár szétaprítja a népet, akkor ilyen vörös oldal, én kivágnám, mint a húzat. Az Ekkétli mellé. Jó, hoztad a csokat ma, oké, de a csokat is le volt most kapcsolva. Akkor Elis, tehát engeded Svenskeretnek? Azt majd tiltják a másik oldalról. Elis az szinte kék oldalas tiltás mostanában. Szinte boom egyből. Jó, legyen így. Viszont akkor is olyan fontos választások kerülhetnek át a TSM-hez, amit nem biztos, hogy át kellene engedni. Hánynak pedig rendkívül sok lehetősége van ebben az új frissítésben, például Kokáér Talon, az előbb Viktorral játszott, és ott van még neki mindig Korki, akivel remek teljesítményre volt képes az előző szezon elején, mikor még Korkit nem gyengítették. Most, hogy visszaerősítették, így már van lehetősége ezt elhozni, és Hánynak hatalmas befolyása lehet a mérkőzésre, és alapból is elmondható a FlyQuest csapatára, hogy akkor megy nekik, amikor Hánynak megy. Igen, azért Hány mindig is egy előteljes ember volt. Én azt hiányolom, hogy a shoutcallok mostanában nem a legjobbak, mert nem mintha mindig Hánytól jön neki, sőt kb. Soha. Ugyanis van egy olyan úriember a FlyQuest csapatában, hogy Lemon Nation, akinek a napokban a Twitteren küldtek egy üzenetet, ahol nagyon jó öregek otthonákat ajánlottak. Lehet, hogy kicsit erős, de Lemon Nation lehet, hogy elgondolkozhatna rajta. És Gáliú, tiltó listán. Igen, vannak választás, második mérkőzés. TSM 10-4, FlyQuest 4-10. Tükörben láthatjuk, hogy a mérkőzések nyertes és vesztes arányait. LeBlanc Rumble. Ezek után, ami érkezik, még Edis nincs tiltva, szóval a veszély az fönnáll, amit te elkezdtél szépen fölpakolni, ki is tiltja ezt így a FlyQuest. Az nem megy át a rostán, ez is igaz. A TSM egyszerűbb pozícióban van most, mint tiltás gyanán, mert egy valami finomság biztos, hogy bennmarad. Jobb esetben 3 is. Ott a Cho, ott a Maokai, egyelőre még ott a Zek lehetőségnek, a Gnár, és Tamkencset láttuk, hogy mire képes Európában, ráadásul Észak-Amerikában is megfelelő teljesítményt hozott vele Biofrost. Maokai végül a tiltó is, hogy Zakariás Svensken ehhez nyugodtan be is repülhet. A megfázás ellenszere. A takony. Hát igen, ha már a tiltáson át tudod vergődni egy Zek, akkor miért nem nyúlna Henrik Svenskeren? Csokát is fresh-en válaszul. Kemény dió. De úgy gondolom, a Zek a sokkal fontosabb. A nyúzásokra azért el kell majd figyelni, mert ez egy jó kis counter választás is. Counter képesség, mely ugye mondjuk lassíthatja majd Zek a... Egy jobb Bjergsen fontosságát. Á, nem hinném.
Háj ellen azért Bjarzen sem fog kénezni. Bár azért lenne egy nagyon jó választás. Két nén átment a Rostens, egyértelműen el kell hozni a double-it, meg szerintem nem is kérdés. Viszont a Jint már most el lehet venni tiltás nélkül a FlyQuest-től, hogyha Bard érkezik támogató pozícióba, mert egy Bard ellen elhozni Jint, az nem elfogadható. Annyi lehetősége van megfogni azt a karaktert, hogy nem. De Braum érkezik, aki pedig Caitlynnel alkot jó párost. Meglátjuk majd, hogy mi lesz jobb, a Jint tehát így érkezhet. White Earth kezében megint csak. És jött a maradék négy tiltás, a középső sem még semmi sincsen válaszol, de van rajta azért egy tiltás. Táliát kiválják Bjergzentől. Hája szemben a Korki és Orianna is jó választást lehet tiltólistára tenni. A Korki még azt mondom, hogy jól stimmelne Bjergzen kezébe is el lehetne neki is hozni, de szerintem egyszerűbb Hájt megfosztani jó karakterétől, mint hogy saját magad érdekeit nézni, mert azért Bjergzen nem egy karakteres hős. Nem egy karakteres játékos. Gnar tiltás a második körből kijön, egy Hauncer ezzel nem játszhat. A Jarrah mindenki bőröntés volt, azért Bolz kezében sem a legkellemesebb. És persze a Hauncernek is még szabad a felsőség választása. Jöjjön az Orianna vagy Korki tiltán, szerintem az a biztos. Ha az kijön. Ebből, amiket eddig választott a FlyQuest csapata, simán lehet még talán is a középső ösvényen. Láttunk ma már olyat, hogy egy csógát elégnek bizonyult Melkus sebzés szempontjából. Oh. Ez pedig Oriannát vetít előre a TSM csapatánál. Bjergzen talán megpróbálja ezt elhozni. Erre reagál a FlyQuest csapata, és ők azok, akik ezt elhozzák. És akkor esetleg egy Syndra? Hát a Syndra simán benne van a buliba. Csókat egy Thresh mellett nem lesz egyszerű játék majd Bjergzennek, de a megtisztulás sem biztos, hogy egy elvetendő képesség majd neki. Ott azért van bőve, miből kimásznia majd neki is ezzel a Syndrával, és az a kérdés már csak, hogy mit hoz Hauncer. Hát nem azt. Nem minél majd Braum felsősét játszana Hauncer, és jönne a bár támogató játékosnak, szóval ezt engedjük el. Elsőnek már nem szükséges választania, bár még sem. Azért Moon is lehet majd Cho'Gath, nem biztos, hogy Bolznál marad. De sem választás jön Hauncer, ez... Ez a jelenlegi legjobb ellenválasztás Cho'Gath-tal szemben, ahogy a mérkőzések alapján kiderült. Jó választás, ráadásul Caitlyn egy hipercarry, a játék késői szakaszára ez a plusz védelem, ami az egységben az erőből érkezik, az mindenképpen jó lehet. És akkor egy Jungle Rengar Moonhoz kerül. Ez hát, pedig Oriannával. Igen. A régi Rainover Pobelteres beviszi a golyót robbantunk kategória. Ők először többször sikeresen alkalmazták, mert a terv az jó, csak nem mindenkinek sikerült ezt általában kivitelezni, de jöjjön akkor, ahogy mondta a Rengar Orianna kombó középre és a jungle-be. Így várható azért Moon-nak többször érkezés a középső ösvényre, viszont Zac továbbra is majdnem mindig elmondunk róla, az a láthatatlanból, a világ végéről való érkezés, ez ami nagyon nagy őrszemjátékot igényel a FlyQuest-től, hogy ne legyen az annyiszor meglepetés erejű. Az a Zac, az a takony berepülése, vagy takony befricskázása az ösvényre, ha már takony. Igazából arra kell figyelnie így a FlyQuest csapatának, hogy az őrszemjáték picit megváltozik, mikor Zac van az ellenfél csapatában. Ez viszont szerintem bőven jól kivitelezhető, főleg egy Rengarra, hogy az ellenfél dzsungelébe betekints egy picit. Van vele menekülési potenciálod, felerősített gyógyítása, W képességed, de simán ki tudsz jönni egy-egy CC-ből, ami érkezhetne. Meglátjuk, hogy ez hogyan sikerül kivitelezni ezt a kompozíciót, mert a FlyQuest összerakott, mert nekem nagyon tetszik, ami benne rejlik. De ugyanígy a TSM-ben is van lehetőség, hogyha az egységben őt például Zac-en használod, mikor éppen csúszdizza magát, akkor mire beérkezik, jön a feldobás, megérkezel Shen-nel, jön a felbűszítés, és konkrétan annyi ideig CC-ben lesz a FlyQuest egy vagy több játékosa, hogy meghalnak, miért bármit is csinálhatnának. Persze ez mind csak elméleti síkon működik, majd meglátjuk, hogy a mérkőzés milyen képet mutat. Jean megint csak Doran gyűrűjével érkezik, ahogy azt már megszokhattuk. Az, hogy Syndra is ezt választotta, szerintem kevésbé meglepő. Wow! SK10-ekkel jön közben Svenskeren. Hát nagyon közel van és nagyon esélyesként jön a TSM majd a világbajnokságból a kijutása, de azért ne jöjjünk előre medve bőrére. A kijutásra.
Nem szép, de igaz. A VB mindig ott van a TSM, de elég hamar haza is mennek onnan, és hamarabb kezdődik a nyaralási szezon nekik. De legalább, figyelj, fészcsekkelnek a VB. Az biztos, ez sosem jelje. Az egy érték, hogy mindig kijutsz a VB-re. Tök minél meddig haladsz rajta, kimész képviselni a régiódat. Dehogy. Hát, de képviseled valahogy. Még mindig jobb a TSM képviseli szerintem, mint mondjuk egy... Phoenix van? Igen, aki egyszer fenn és egyszer le, vagy általában lenni és néha fent. Tehát nem a azért... Nation-ék közben néznek át az ellenfél dzsungelébe, próbálnak mélységi őrszemet kihelyezni, helyezt meg is teszi, viszont az úgynevezett hard leash-t, azaz a jól megsegített húzást, Hauncer bajban! Nem fog meghalni, de ott már vannak bukrok, Moon pedig első gyilkosság, ez pedig nagyon gyorsan begyűjtött passzív jelző. Ham. És jósán csak attal szemben, igen, csak nem úgy, hogy Finnyőke később érkezik ki, és teleporttal. Nem érkezik később, de két darab képességével már kevesebb lesz az ösvényen Bolzzal szemben. Svenskerent várják a felső ösvényen. Csomag átvételre, Hauncer darabjait kéne összeszedni, ha nem érkezik időben, lesz rá majd szükség. És ezért Moon az első gyilkossága szerintem egy olyan karakterek közé tartozik Rengar, aki nagyon szereti az első gyilkosságokat. Persze, ez a százalékos AD bónusz miatt meg aztán pláne. Hú, nagyon menő. Igaz, hogy ez még csak 1%, de a következő gyilkosságnál már 3, úgyhogy bőven jól ki lehet használni, játék késő szakaszára, meg aztán pláne jól jön. Gérzene pedig bekortyolt már mindent. High még éppenséggel nem, jó volt a csere. Persze azért mana igényes ez a csere bele High-tól, de ezért vannak sütijei. Viszlát. Világ. Whiter-től jön a passzív. Kivirágzás. Eltalálja a double liftet, majd utána a halálos ítélet, ami majdnem lemondani is önnek lesz halálos. Negyedik lövése van Whiter-tőlnek, double liftnek viszont gyógyítása is, kifárasztással is rendelkezik Biofrost, úgyhogy fölösleges lenne esetleg villanással próbálkozni, a gyógyítás kijött Whiter-tőltől. Villanfejedelem akarata pedig lecsap. Egyre jobban teljesít a FlyQuest alsó ösvénye. És szerintem most középen is jobban áll High. És a felsősén pedig oké, farmátra van Bolznak, de Hauncer végig is egyszer meghalt, tehát most kvázi mindenütt jobb kicsiket a FlyQuest, csak Bolznak. Svenskeren a suhanó sutyerákot gyapálja, a vörös szederhát miatt folyamatos lassítás, így még el is tudja találni a képességeivel. A wifi spot tehát megvan, a felső ösvényre való érkezés pedig előkészítve egy őrszem által. De a középsőn nincsen őrszem, Bjergzen takarít. High bajban! Szép volt a villanás, visszahúzni pedig már nem lehet. Ez egy jó rajtaütés. Zek is hír, ez a jó hír. És ezek az ugrások, villanásokat fognak érni. Kivétel az alsó ösvény, már azért ott továbbra is a nyúzással szerintem lemond, és ne tudja jól reagálni még pattanyunk nélkül ízeket. Hogy ne legyen annyira víz Whiter-től is lemond és javára. Vagy kárára, inkább. Jó, a csere double-riffre, kivirágzás és... A nyúzás is jó, égetést is megkapja a double-riff, kijön a gyógyítás, de felezve, ugye tudjuk nagyon jó az égetés után. Biofrostot állja le a halálos ítélet, itt nincs gyilkosság. Nincs gyilkosság, de double-riff is most már elbeszélte azt az önöit, hogy volt neki. Te kis csúnya fiú, Hauncer pedig nincs villanása, ajjaj, ez gyilkosság. Csak nehogy árnyékugrást használjon Hauncer, Nagyon rossz pozícióban, Bolz veszti az életerőt, jó az árnyékugrás, de ahogy arra beszéltünk, Moon egy újabb gyilkosság, újabb jelző. Ja nem, még nem, mert ugyanazt tölte meg, úgyhogy nincs újabb jelzősen, megint az áldozat. És teleport nélkül van Hauncer, szóval idő lesz, mire kibattyog, ez pedig sok-sok meghalt minion torony alatt tapasztalati pont nélkül. Ráadásul sincs a közelben, hogy legalább ő begyűjtse ezeket. Ezek bukott tapasztalatok. Biofrost pedig próbálja meg védeni a minionokat a saját tornyától. Sikerül is egy csákány tudott mindezt a Caitlyn vásárolni. Fogazott törről egyértelműen erősebb lesz most majd Jhin. Svenskeren pedig haza akart menni, aztán mégsem. Jó a feldobás, és vissza is lehet még húzni. Az ingyen taxira lehetne érkezni. Egyre ott a kábítás. Lemon Nation itt volt biztosítani. Kellett. Ha nincs itt, akkor valószínűleg all-in és megölik. Igen, azért érzenek is van mindene. Már a gyorsítás is kellő fájdalmat okozni High-nak, hogy mellé férkőzzön. De
Hány egyenlőre ezt túléli, nagy rajta a fókusz, már két rajtaütésnek volt ő, hát igaz, abszolút átélője. És ez Beza jelen nyolzol a farm hátrány, de egyenlőre még csak idézőjelben ennyit. Ez pedig egy jó hír számára. A Zek szerintem kiteljesedik, de most Rengára sincsen panasz, tehát mindkét jungle-es teszi, amit tenni kell. A játék első 5 percében volt már 3 plusz 1 rajtaütés, ugye az első inváziót nézve, ami azért nagyon-nagyon aktív játéknak vetíti elő, legalábbis most a meccset. Mi lesz abból az ősi korok katalizátorából, csógatna? Hát igazi csőség. Lehessen futni. Jó az, mert mindig Buci mondta, hogy oj, de annyira nem lehet odaérni csogáttal az ellenfél játék. Jó, igen. Na, erre nagyon jó viszont igazi csőség, és Csacsi is mind a kétszer megvette azt hiszem csogáton, sőt mind a háromszor. Első tárgy. Tehát az abszolút vagány, és a két támogatásra meg aztán nem megindítva valaki. Az 280 lóvi, az jó az. Ez teljes mértékben így van, miközben jó. A vonzás hullámbjegzenre egy fél életerős csere. A más nem arra jó, hogy az italokat el kelljen előbb-utóbb használni. A pecsét gyűrűje van Bjergsennek, többet tud magán gyógyítani. Nem elhanyagolt útra, és pedig megvásárolja magának a mobilitás csukáját. Ő valószínűleg próbál majd egy picit szélső ösvényről érkezni. Kicsit kóvályog majd. Hello. De ha tud segíteni a CC-vel gyilkosát hozni, akkor megérheti. A viralás a Hauntzernek. Veszélyes, de ha kijön felbőzítéssel, ha... Már pedig kijön végső képesség Moontól azonnal csattant. Oh! Egy villanás sikerül Hauntzert kiszedni, ez mindenképpen egy sikeres rajtaütés. A lefogását beledobta pedig a Minionba, miközben a Mighter-től. Kávites jó, de az ingyen taxival el kellene jönnie. De nem, rááll Biofrost, meg az őrszem is rajta. Na ez a jó őrszem játék. És két csapdát taposod végig szerencsétlen Mighter-től. Próbált Kattit egy... Ott a lámpa, és kattints meg, kattints meg! Szegény. Aztán bemegy a lóhúba, a posztot megnézi, hogy most bezzeg megy. Svenskan pedig 6-os szintű is tud tankolni tornát bőven. 1v3. Hopp, hopp, a feldobás nem jó, de kábításra mindenképpen igen. Itt pedig egy gyilkosság lesz, 4 emberes érkezés, még Björgzen is beugrik egy gyilkosságért. Ez pedig első tornyot is jelent a TSM csapatának. Repülő rajtot vesz a Team Solo Mid. Visszajátszásra pedig abszolút látható, hogy gyönyörű szép a kezdeményezés, míg a húzás jó, csak hát Braumra. A passzív jön, ott a csapda már alatta, rááll. Menne a lámpás közelébe, jön a következő csapda, meg persze az őrszemek. És így Vájtörtül... És az őrszemet is lőtte. Egyébként. Azt is lőtte, tehát nem tudok mire kattintani, csak az őrszemre, tehát duplán kizónázták szegény Vájtörtől saját ösvényétől. Tuti, ami hódziher. Tudja, ami hóciher, és így double wave kapott egy gyönyörű szép gyilkosságot a támogatása mellé. Ez pedig jó hír ennek a két nénnek, mert hamarabb jön el az ő végső szakasza. Még vonzás hullám, végső képessége van Bjergsennek is. Ezt kihasználta, 50-50 nagyjából a csere, vagy hogy magyarul mondjuk 50-50. Bami parazsa már ott van Zek eszköztárában, viszont harcos kiegészítés vásárolt magának Rengar, az arc letépős változat lesz, úgyhogy jöhet a Draktár is, meg a Jumu szellemkardja véleményem szerint. Tankosságot meg Cho'Gath és Thresh fogják képviselni a csapatban. Miközben a vásárlását módosítja egy picit Cho. Visszavonta a Higan lépteket vásárolja meg, és mellé egy Nulvarás köpenyt. Double Firefrost pedig ugye az első tornyon végezte, kicsikét több az idejük kószálni, és kicsikét körülnézni a pályán, őrszem hálózat kiépítése pedig Double Lift is tudja kísérni az ő támogató játékosát. Ez pedig egy kis pici szituációs előny a TSM javára, de persze az aranyban is semmiben sem választott túlságosan sokat. Csak annyiban, hogy több ranáltás kell mind a két csapattól lehessen lehet, hogy ki merre járkál, mert kvázi egy ösvény fázisnak vége. Tehát már egy pingelős kérdőjel nem elég arra, hogy mindenki azt mondta, hogy nincs probléma, csak vissza kell lépni a torony alá. Cho'Gath a felső ösvényre visszatér. Fogazott törje pedig még mindig megvan Jinnek. Mostanra viszont már Kán karddal, amivel rendelkezik két nép, köszönhetem például a gyilkosságnak, sokkal jobb lehet. Svenskanenek pedig kilépnek az óceán sárkányra, Bjergsennek most már valószínűleg nem lesznek mana problémái, hogy double-lipnek sem. Na, pedig az egy jó pár gyengék szétszólását Bjergsen néha azért lehet luftra lő el,
De ahogy te is mondtad, a Morello is, ami készül, meg persze az óceán sárkány is segít, azon, hogy sokkal tovább jó kondiban tartsa Malaját is. Bjarkzen 2-2, és az ősi korok katalizátora, ugye még mindig ott van Bolzon, és nem fejezte be igaz dicsőségét, de már nem sok hiányzik hozzá. Még azért Hauncer 0-2-ből azt mondta, hogy még belefér a Tiamat Moon, és Hauncer. Hauncer az, aki visszább lép a lekötés, megvan itt, jó sok bokor van. Munnak pedig van végső képessége, és villanása, villani nem szeretne, Hauncer bajban, Hauncernek meg kell halnia, így is van, a bola kivégzi. Hát ez egy elektronikus bola volt. Milyen érdekes, hogy gyilkosság után sincs a Flying Cross ugyanazon a lóvé, mint amilyen a TSM van. Ez azért köszönhető annak, hogy farmon azért mindenki jól áll, közel jól áll, meg persze az első torony is a TSM-hez vándorolt, azért ez jelent valamit. Viszont a torna dolgozik most Whiter-től, és persze párja Lemon Nation, teleporttal jön a Hauncer. Ez a torony itt marad, jön még egy teleport. Nem. És nem meg lett szakítva mind a kettő. De jó. Igen, minek? Nem volt rá szükség. Felsősfényt a TSM csapata próbálja meg bedönteni. És valóban valószínűleg a Draktár vagy a Jumu felé lép ki Rengar, ugyanis két hosszú kardot vásárol a hazatérése után. Ő is megvásárolta a higany lépteket. 3-0-ban lehet, hogy kicsit probléma, hogy nálam az összes gyilkosság? Na akár igen, ez pedig egy döntött torony az alsó és ilyen, lássuk egy külső. Amire igazából sok ideig most már nem kell foglalkoznia majd a FlyQuest-nek. A hírnököt szeretné elhozni Svenskeren, és egyrészt rálátás miatt is, meg az alsó és ilyen van két ember, nem is nagyon tervez szerintem kívülni semmilyen módon sem. A FlyQuest Rise ember hátrában szenvednének. Négy ember az alsó ösvény környékén már. Ebből kettes szintű tornyot fog hozni a FlyQuest csapata, és a TSM-nek hát ott a válasz a Szurdok hírnökével, de nem vagyok benne biztos, hogy ez egy megfelelő válasz. A tornyi éppensége nem dölt be, de azért elég sok illetelőtől búcsúzik 13 percen, ami azért sokat jelenthet. Svenskeren vissza tudja húzni még éppensége a Heidel, lekövetés nincsen sebzés formájában, és csak Braum az, aki érkezik segíteni. 11. perc belépünk bele, és azért most már szépen, ahogy látjuk, H is azért vásárolt már egy ideje védelmet, és ezért lehet egy picit lassabban is fog készülni az ő sebzése, de szerintem H talán egyik legmagabiztosabb Oriana szerintem Észak-Amerikában, nagyon szeretem az ő játékát. A vonzás hullámai tudja milyen értékesek, és szinte egytől egyig jó helyre vennek és találnak is, csak általában ebben a sebzésnél meg is áll, amit High kihoz magából. Ez a 3-0-ás Moon pedig nagy remény a FlyQuest-nek, hogy lesz még sebzés is, persze Walter se felejtsük el, 2-4. Ott jó a feldobás, Biofrostot viszont vissza lehet húzni. Két ember benne a pattanyunkban, nagyon szép kezdeményezés a TSM-től. Bolz is baj van még ugyanígy, két emberes a feldobás, és lehet fordulni, a FlyQuest fordul, miért is ne? Csókátnak nem sok értelé van. Jön a halál négy felvonása, ott van még Rengar útszintén, végső képessége már nincs, villanása útszintén. 2-1-esre a FlyQuestnek, ebből is jobban jönnek ki. Gyönyörű szép vonzás hullám volt High-tól, megvárta a tutit. Amikor összeverődik mindenki is, Moon azért még a negyedik gyilkosságot elhozta. Gyönyörű szép volt szerintem a játék, és Bjergsen volt, aki picikét talán kevesebbet tudott beleadni visszajátszásban. Tehát nézzük azt meg, hogy a TSM kettő emberre kezdi el, de full váratlanul azonnal villan Whiter-től. Megjelenszerűen Bjergsen is majd gyengék szétszórásával, csak a hátsó két embert kábítja, nem Whiter-tült és nem a másik játékost. Bolz kiebb jön, és itt még High még nem vonzásulámozik, majd csak most kékkel, TSM-mel, minden együtt, egyszerre. Olyan jó, hogy előtte két perce mondtam el. Igen, Lemon Nation pedig bajban lehet Svenskeren által. És Csogat az, aki mélységi maszkot vásárolt magának az ősi korok katalizátorából. Előbb-utóbb talán jöhet majd rá az igaz dicsőség is, de három támogatással rendelkezik és viszonylag jó farmal. Ezért próbál meg egy olyan tárgyat vásárolni, ami jó lehet. Egyrészt a Bambi parazsából, kvázi a parázs behemótból érkező varázs sebzésre, valamint Svenskenentől érkező folyamatos májkus sebzésre, és akkor még kérdés, hogy Shen vásárol-e magának esetleg egy naptűz köpenyt. Amennyi fizikai sebzés van a túloldal, talán erre is van lehetőség. Whiter-től okosan lép vissza a felső ösvényen. Rubin látókövét pedig Thresh az, aki befejezi, így, hogyha aktív tárgyat vásárol, annak is 20%-kal kevesebb lesz a töltési ideje.
odaérni nem, de ott tartani viszont továbbra is jó, az ősikorok katalizátora volt kiépített. Opa! Ja, megindul Svenskeren, és visszább lehet húzni valamelyest Lemon Nation-t. A torony dől, azt a hírnököt pedig sebezni kéne, hogy ne sebezzen sokat az inhibitort védő toronyra. Moon fordul a sárkány irányába, érkeztek a pingek, felső ösvényen volt ennyi TSM játékos kutya kötelesség elhozni ezt a bizonyos célpontot. Ezt pedig látjuk, hogy a mérkőzés 20%-ában tartózkodott a Rengar a felső ösvény közelében, és 3 gyilkosságot szerzett eddig Hauntzeren. Ugyanaz, mint amit az előző mérkőzésen láttunk, akkor Csacsit fókuszálták ki ilyen szinten. Megérte. Moon végső képesség. És megint csak Hauntzer lehet az áldozat. Neki menekülési potenciál nem sok, hetes szintű Lemon Nation, hozza White Turtle-t, Moon megérkezik. Itt megint csak nagyon sok a bokor, meg kell halnia, meghagyja, nem hagyja meg a gyilkosságot Moon, ő ma vadászik Hauntzerre, és a gyilkosságoknak a elég jelentős százalékával rendelkezik, a TSM válaszolni tud. Egy középső ösvényes külső toronnyal, FlyQuest pedig elkezdi a felhő sárkányt. A mozgássebesség nagyon jól jön Moonnak. 12 másodperc, hogy Hauntzerig is lenne neki egységben az ereje, de felhő sárkány ízadni már nem fog a TSM. Jól néz ki az 5-0-ás Rengar, de amíg vannak ellenhívásai a TSM-nök is valamit, amit elhoz cserébe, addig szerintem nem kell félteni a Team Solo Mid csapatát. Az viszont biztos, hogy a felső ösvényes játékosnak a kinullázása és négyszeri megölése is akár nem mindig hoz igazából biztos győzelmet. Az már biztosabb, hogy Moon sok sérülése hozhat győzelmet, de Hauntzernek a kis pécizése nem biztos, mert neki az egységben az eleje ugyanúgy hatékony lesz majd, amikor szükséges, ugyanúgy egy igazi jó felbűszítés lesz, ami számára fontos, és meg kell tennie, és igazából Shen be is végezte. Tehát több neki nem lesz feladata, úgymond. Tehát két esélyes, de ahogy látok is a 20%-os felsőség környékén levő tevékenység Moontól eddig meghozta számára a gyümölcsöt, de már nem ér pénzt Hauntzer. Legalábbis túl sokat szavaz. Ennek ellenére villan a BK-tól, Moon pedig köszöni szépen, ő azért elhozza. A Draktár már ott van Rengáron, kíváncsi vagyok, hogy elkezded egy picit tankosítani, bár 5-0-val én azt mondom, hogy fullba kell tolni a sebzést. Jöhet a Yumu szellemkardja. Meglátjuk, hogy mit dönt. És egyébként még a... Hát... Nem tudom, az épengét értelme van-e megvásárolni Moonra, mert ha beindul, akkor ha nem lehet CC-zni egy képesség, az mindenképpen jól jöhet számára. És ugyanúgy a halálosság elérhető lesz rajta, tehát például Shenre és Zekre is hatalmas sebzése lesz. Meglátjuk, hogy kiválasztásra kell le ez a tárgy. Ez biztos, hogy már most a csapatharc időszak előtt elég jól kihasználja karakterét. Mi lesz akkor, ha majd Orianna is csatlakozik? Ezt már egyszer láttam, hogy kéke kijött ki a FlyQuest, akkor TSM-es játékosok repültek ki a bokorból, de ez most nem így történik. Azóta picit kijött ott az őrszem hálóját a FlyQuest, és még egyszer nem szeretne meglepít kapni a bokorból. Ez kell is, mert azért a 19. perctől kezdve a baronosra való kilépés is jó már látni az afelé mozgására a TSM játékosainak, vagy pedig ugye bármilyen őrszem takarítás, mert akkor tudjuk jól, hogy téketes tudom, mert régóta meg lett cibálva, akár tönthető lehet mondjuk Boznak. Hello. Beló. Moon oda megy, ahova akar. Bár ezt a TSM nem szeretné ilyen könnyen engedni. Dzsungeles pozícióban, csak ebben a pozícióban van 1200-as arany különbség a FlyQuest javára. A felsős ilyen aranyban nincs is annyira lemaradva egyébként Shen Chogathoz képest. A szellem arccal már rendelkezik. És talán egy randomin omennyi az, ami előbb-utóbb elkészülhet rajta. Hoppá! Villannia kell Hájnak, jön az egységben az erő, kifárasztás, Biofrostok, Gletscher szakadék, meg kell halni a Hájnak, hiába a megtisztulás, azért elég sok sebzést kiosztott még, csak a sebzés kiosztás után halt meg, a négy felvonás jött Wildertől rá nem lehet fordulni, bár abba az irányba kezdi terelgetni a FlyQuest az ellenfél játékosait, jó a kivirágzás double lift-tel szemben, viszont csapdába lépnek, időközben két gyilkosságot is elhoz a TSM csapata. A pattanyunk nem talál, ketten visszább is tudnak lépni, Rengar valamint Jin, 2-3-1-es a csere végül a TSM javára. És kezdődik a jól megszokott high fókuszálás a TSM-től, illetve nem is a TSM-től, hanem a FlyQuest-tel szemben, mert nem csak a TSM, aki ennyire ráül high-ra, tudják milyen potenciál van abban a vonzás hullámos Orianában.
el kell csitítani, ugyanis rávédenem, csak a lámpás lett volna abban a szituációban, de Lemonition távol volt. Az be, hogy csitítani, egyedül Bolz tud. Jó. Értelek, teleport, helyett visszajátszás, jöjjön akkor. Beúrik Svenska, nem kivédi Hány, tök szép és jó. De ez az pont a kifárasztásuk, azt mondja Hány, hogy na jó, én itt meghaltam, kérdés, hogy lesz még vonzás után, vagy nem. Lesz. Abban a három emberből három tank, tehát mindegy is volt, hogy kire megy ki. Whitehatter ugye Bjergsen szerette volna elkapni, kettőből kettő luft, a harmadik is végül luft, és már Bjergsen ki is jött a zónából. Moon öt darab gyilkossága pedig ebben a csapatharcban nem jelentett sajnos semmit. Ő egyszer bejött késve, aztán pedig már villant is kifele menet. Tehát az a sok-sok gyilkosság, meg föl lett ruházva szépen Moonra, az most úgymond a semmibe veszett, mert nem tudták kihasználni. A Rengar Orianna nem arra van kitalálva az a kombináció, hogy a elkapott játékosokon segítsenek valamilyen fordítással, hanem ők támadjanak. És most a TSM támadott, egyértelmű volt a recept, öld meg Hyde, vagy Moon, de inkább Hyde és majd Moon. Bocsánat, jól látom, hogy az ott egy csákány? Rengáron? Igen, full sebzés vagy olyan. Te kérted Bakker Nulokka, most ne lepődjél meg! Sebzés kérted rá, tessék! Moon azt mondta, hogy nem merek sebzést venni. Tessék, olyan csákányt dobott neked oda, azzal mehet a Minecraftozni is. De várj, milyen csákány? Gyémán csákány? Igen, az a kék színű csákány, gyémán csákány. Hát a kicsákány az az agyát a TSM-nek. Svenskerennek kijön a beugrása a torony védelmére. És pingel folyamatosan a FlyQuest csapata. Szeretnének ebben a zónában csatázni. Ez Rengárnak tökéletes pozíció. Bárhova megy, bokrot talál. És onnan tud ő igazán jól érkezni, végső képességgel rendelkezik ő is, Orianna is. Kész a recept, már csak kéne jó séf, aki ezt összehozza. Bumpers! Az előző mérkőzésen volt, nem most. Pedig nem is lenne olyan nagy hülyeség. Hát, azért elemzőként nem mondok hülyeségeket, no, ezt megszokottad volna már. Soha, a mérkőzés eleje óta csak igazat mondasz. A Benshik Fightla ott van már Oriannán, a Morellon, amikont is kiválasztotta, mint tárgya. Az pedig a szellemarcok ellen, amivel rendelkezik, mint Shen, mint pedig Zack. Egy jó választásnak tűnik, a vadász mellint megvásárolta már Shen. A kritikus találatokkal szemben, ami érkezhet Jin-től, jó választás, ki már ott van a határtalan penge. A meccsárkányt pedig a TSM csapata szerzi meg. Svenskere. Behúzza. Köszönöm. És Moont, ami azért jó lehetett volna, de nem igazán messze volt a következő lekövetési lehetősége többiektől. No! Mondjuk már azt, hogy ezért High a szokásos Rabadon alási vége helyett, főleg Svenskere miatt szerintem, meg valamennyire Shen is benne van a pakliba, muszáj volt ebben Sik fight lehet venni, ezzel megint csak kicsiket kell várni, hogy High fájjon. Vagy High fájoljon High. Há, értettem, átjött. Jó van akkor. És ugye White Turtle-nek a halál négy felvonásod azért egy Brawl elég jól tudja kezelni szerintem, Svenskerem. Beugrik, hogy elveszítse életének több mint a felét. Vonzás hullám, két emberre Biofrostot kapja el. A halálos ítélet, Svenskerem bedobja a buliba Bolzt, aki utána némítja ellenfelét. Hauncer bent, majd kint az árnyékugrás menekülésre jön ki, a csapdába belelép Lemonation, de jó a nyúzás, Hauncernek kell meghalni. A White Turtle-i a gyilkosság, jön a négy felvonás, Moon beugrik, majd meghal, de kiosztja a sebzését, és ez a lényeg, Biofrost levédi az első, második lövést, Biofrost azért kapja még ezen kívül is a sebzést, Svenskerem valószínűleg ki tud jönni, halálpontos lövés, hely nem tud kijönni, de igen! Nagyon szép a lámpás, Svenskerem villan, és még össze tudja dobni az ellenfeleket, és fel is fog éledni, csak a passzívja lőtt le, Orianna meghal, Lemonationnek villannia kell, Biofrost nem tudja lekövetni a kábítás, jó, de már nincs ott senki az égvilágon, 2-1-es csere, a TSM járt jobban. Pedig milyen jó indult ez a High válasz elsősorban a FlyQuest-től, és pontosan az a kezdődik, hogy Svenskerem beugrott, elveszítse az életterét. Konkrétan úgy kezdte, hogy messzire ugrott és nem talált. Na. Ez pedig baronhívás. Ez neki viszont van bőven lehetőség arra, hogy megpróbáljon lopni. Van egy felfalása, van villanása, minden, ami kell. Talán egy kicsit túl korán indul be, a második csapdájába lép bele, és nem tud a baronnal sor közelébe kerülni. Zack pedig nem hibázik a sújtásával. Lemonation bajban, Whitehurt lépenséggel ki tud jönni, Bolz villan. Villanása pedig nem tudja már szinte senki lekövetni ezt, nem volt a közelben senki olyan. Svenskerem viszont beugrik egy jó
csattanósra. Bolz pedig azt mondja, hogy akkor 40 másodperc. AFK jobban jár meg a TSM, hiszen baronnasort és gyilkosságot hoz. Visszajátszik a parit, a Svenskanen beúrik, semmivel két ember két felé megy. Ez itt fél életerő is. Ugye azt, hogy ki jön a vonzás holnap, ez csak azért, kivel Lemonation elindul, és tud válaszolni, illetve Moon is leadta a dolgot, hogy srácok, jövök. Rengár ultival lehet, hogy érdemes meg Moon-t követni, hogy azért most az a kis sebzésen benne van Moon-ba, nagyjából kijött, meg fölül emberre. Megy a buli ott hátul, és Moon bejön most a kerékre. Double Leaf-nek leszakadt a feje, mikor Moon beugrott. Igaz, a sebzésorozó Rengár hamar meghal, ez tény. De a Braum megint hatásos volt arra, hogy se Svenskeren, se WF ne érezze magát veszélyben alá négy felvonása alatt. Itt pedig Bjergsen. Hát ő Bjergsen. Ő egy szindra, neki van még dobása, és az egy óriási távolságra hat. De ugye úgy, hogy előtte már Svenskeren megint csak frontvonalat állít föl előttük, simán volt lehetőséget egyszer csak besétálni Bjergsennek, és vinania sem kellett, csak gyorsítással reagálni a történtekre. Ilyen, amikor Bjergsen hátsó táncosként sebzést oszt, és másik oldal pedig Hyde bünteti az egész TSM. Most mi lett volna, hogyha High vonzás hullám a bent marad Moon beugrásáig? Négy ember egymás mellett volt, ráadásul a sebzés hordozók totális kombó lett volna, viszont High korábban kihasználta ezen képességét. A vízköpő sziklavértje készül csógaton. A baron erősítés pedig még két percig ott van. Vonzás hullám megint szépen jön ki. Jó a lekötés, vissza lehet húzni. Csógatot, aki vele kellene, hogy hajjon az igaz dicsőség lassít, de hát egy helyben hát mindenki annyira ezt nem érezték meg. Ez pedig tornyot jelent a TSM-nek. Nem szabad Zekket átengedni a tiltási fázison. Nem, egyszerűen nem. A világ végéről érkező rajtaütés Svenskeren módra pedig milyen szép volt a vonzás, hogy nem fél-fél életerőt jelentett, de mindegy is. Kábítás, feldobás, és Bjergsen hozzá el a gyilkosságot. A halálpontos lövésnek be sem kellett találnia. Két lintől erre nem volt szükség. Kettős emberelőny a TSM részéről. Minionok megérkeznek, így jobban lehet sebezni a tornyokat. Dőlhet az inhibitor, egy percig még baron erősítés, és 10 másodpercig két és ember percig hátrány. Nincsen háj. Igen, viszont Bolz érkezni fog neki a felbőszítésével, talán még lehet mit kezdeni, végső képessége ugyan nincsen, de fordul már a TSM csapata a felső ösvényre, a középső még nagyon messze vannak a minionok, és két tornyot is le kéne még szedni, az meg csak a gyűrűhurában megy. Az inhibitor viszont megvan. Két fronton védekezni a 29. percben nem lesz a legegyszerűbb a FlyQuest csapatán. Nem lesz a legegyszerűbb, de... Nem is megoldhatatlan. Nem is megoldhatatlan, viszont nagyon-nagyon hiányzik a sérülés szegény Hájnak az Oriannájából. Én nagyon szerettem, és ki is jelente még egyszer, hogy ő egy iszonyat erős Orianna. Megint jobb vonzás hullám a két carry-re. Nincs ennél jobb vonzás hullám. Nyilván a sérülésre. Bensik fájta kellett annyi rajta, és utána Svenskeren meg megint a világ végéről rálátás nélkül pattant be, tehát már fordult teljes mértékben a kocka a vonzás hullám azonnali kimenetele után. Hát igyeszem, kezdővédése után már Lemonésnek furdottak hátra, szóval láttad nyilvott. Mond? Nem, most nem. Hát ez az! Nem láttad, mert nem csinált semmit az égvilágon. A tornya alatt előre, hátra, 3 pixelt sétálgatott. Hát Rengár, hát most... Az öngyilkosságos. Ott van már rajta az éjkardja, amiről beszéltünk. Vagy bemegy, vagy nem megy be. A tutyimutyi nem jó neki sohasem, ez tény, de amikor rátámadnak úgy, hogy háj elvileg kezdi a harcod a két kerére, hát akkor te is leblokkolnál Rengárral, amikor neked elő kell készülni, hogy be is tudjál menni értelmesen sebezni. De nem, elnyomod a végső képességet, hájjal kommunikálsz, hogy jön a vonzás hullám, két emberre megvolt, én beugrok, a sebzésem meg Draktára bőven elég, hogy legyen a két kerére. A FlyQuest-nél kommunikáció már 15 perce nincsen, legalábbis túl sok. Rajtudatotok, hát jó. Jó, 15 perccel spammelik, hogy FF15, vagy lehet. Mire gondolsz? Amúgy nem álltak rosszul, tehát erre nem lehet hivatkozni. Moon most hátulról érkezhet, a TSM csapata belekerülhet egy jó kis ollóba. Bjergsen a lehető legközelebb Moonhoz. WF viszont nagyon szép ott a csapdaháló, nem lehet mit kezdeni. Lemonationre érkezik a sebzés, hát végső igen. Képesség kijött Moontól. Van vonzás hullám, viszont ezt nem tudják összehozni, kijött az igaz dicsőség. Azért, hogy Bolz ne tudjon megindulni, hiszen minionok már megnyerik a mérkőzést időközben. A TSM elhozott két tornyot, meg egy inhibitort az előző három percben, és lehet
a Nexus védőtornyokra fordulni. Ennyi Super Minion, a Baron már nincs, halálos ítélet sem talál, beugrász Svenskerentől nagyon jó hájra, vissza is lehet hozni, egységben az erő, majd utána a felbűszítés, hájra, vonzás hullám két ember talál el, Bjergzon az egyik célpont, viszont ez kevés, két gyilkosság már ott van a TSM részéről, majd a harmadik, a negyedik, Moon az utolsó Mohikán volt, ez is megvan, három gyilkosság, double liften, kettő Bjergzenen, a mérkőzés pedig a TSM-nél sima 2-0 a FlyQuest csapatával szemben, a 31. percben 16-8-as gyilkosság arányjal. GG! És ráadásul Kristály, ráadásul Kristály tiszta ásszal zárja a TSM ezt a csapatharcot. Megint a Zek be High mellé, High pedig be a TSM mellé. És onnantól kezdve már nem volt a egyik alappillérének élete. Fülkét látom, hogy még az ürességbotja nem készült a nála, szóval jóval kevesebb volt a sebzés Orianának, de így meg aztán főleg, hogy még ki sem tud jönni a képességére nagy része, mert benn van Zeknek köszönhetően. Na most kérném meg azt tőled, hogy mondjál Svenskeren a játékára véleményt. Oké, Zek erős, Zek izé nem, mert hát Zek tetere, de azt ki is kell tudni használni, Zeket. És ha jól játszottam meg ezt a mérkőzést Svenskeren, nem volt semmi probléma a játékával. Megfelelő pozíciókból érkezett, az őrszem játéka nem volt megfelelő a FlyQuest csapatának, nem volt felkészülve azokra a pontokra, nem helyezték ki oda a megfelelő őrszemeket, amik lebuktathatták volna Svenskeren érkezését. Az első gyilkosság még jól jött ki a FlyQuest csapatának, viszont Moon nem tudta Rengárt kihasználni és elegendő gyilkosságot szerezni, ez pedig ment, hát a gyilkosságok megvoltak, igazából ezeket nem tudta kihasználni és hógolyó effektusként továbbvinni, mert bármikor betalált a vonzás hullám, ő ezt nem tudta lekövetni. Az meg, hogy összekombózzák azt, hogy a láthatatlan Rengár hozza a golyóbb is, jön a vonzás hullám, és bum-bum-bum, sebzés mindenhol, és meghal egyszer az egész TSM csapata. Erről nem volt szó, pedig lehetőség volt rá, mert Moon ugrott be, volt négy ember egymás mellett, viszont akkor már nem volt vonzás hullám, mert korábban kihasznált a High. Vagy High nem élt. Igen, tehát úgy érzem, hogy Moonon ment el ez a mérkőzés. Ha nem szeretnél tényleg bemenni és sebzést kiosztani, akkor ne építs full tankot. Mert ez a build, ez az eszköztár, arra volt jó, hogy te beugrasz, kiosztod a sebzésedet, és rosszabb esetben lenullozol két embert, jobb esetben egyet megölsz, és kiosztod a többiekre a maradék sebzésedet, valamint hogyha úgy van, akár ki is tudsz jönni, hiszen a W képességed, de felerősítve a CC-ből is kijössz. Igaz, hogy elvették már tőle, hogy utána Olaf ulti nem is tudnak megint CC-zni, de ha igen, akkor pedig már két CC-t kivettél az ellenfél csapatából, a többiek nyugodtan lövöldözhetnek, kezdeményezhetnek, és a többi, és a többi. Ráadásul, mivel ott volt ez igaz dicsőség, ez egy területi lassítás, ami Boaz érkezésével jöhetett volna, de ezekre nem igazán volt példa, mikor meg be tudott menni, az általában úgy nézett ki, hogy Zek végső képességgel vitte be őt, és nem tudták a csapattársak őt lekövetni. Ebben pedig nagyon nagy szerepe volt Double Leafnek, akinek a csapda használata alapjaiban véve törte meg a FlyQuest csapatát és kezdeményezéseit. Itt többek között Rengára is gondol. Meg többek között már egy törtet is megtörte, úgy, ahogy van az a csapdaról, ami kijött összességében a meccs alatt Double Leaftől. De mindezek mellett még, hogy utolsó kis pontot rátérjem az I-betűre, amit te mondtál a Rengára, hogy kiosztod a sebzés jobb esetben, rosszabb esetben csak sebez, de itt csak a jobb eset az a fontos, hogy Hájnak is segít abban, hogy be lehessen vinni a golyosztét normálisan. És bocsánat, hogy felbeszakítok, de Slimskerennel interjú van, úgyhogy mindenképpen adjuk át a szót Észak-Amerikának. Takai. Mi pedig hamarosan érkezünk a következő mérkőzéssel. Dignitas Immortals. Slimskeren? Az mi? Yeah, he's just very aggressive, so...